A Keveháza utcai általános iskola 50 éves fennállását ünnepelték a Kelenföld montásközpontban 2017. október 25-én. Isten éltesse az intézményt, köszönjük szépen az eddigi munkát, annak, aki segítette, hogy ideig terebélyesedjen a fa, a mai pedagógusoknak pedig szintén a munkáját és jövőbevetett hitét is, hogy ez az intézmény, ez még nagyon sok ilyen születésnapot ünnepelhessen. A nagyszabású rendezvényen az iskola valamennyi tanulója tanára részt vett. Kerületünk több vezetőjét is meghívták, Hofman Tamás polgármester, Molnár László alpolgármester és Nagyné Antal Anikó képviselőasszony is tiszteletét tette a jeles évfordulón. Kerület kialakulásához kapcsolódnak ezek a jeles alkalmak is, hiszen a kelenföldi lakótelep az akkoriban nyert el, körülbelül 50 évvel ezelőtt ugye fokozatosan épült ki, akkor hozták létre ezeket az intézményeket is, nem teljesen egy időben természetesen, de több ilyen intézmény is van. A Telekibe is nemrég ünnepeltük az 50. tanévnyitót, ugye itt most lett 50 éves. Sirkóné Belle Ágnes igazgatóhelyettes az intézmény korábbi vezetőjét, Kellner Dénesnét köszöntötte, aki beszédében visszaemlékezett az elmúlt évtizedekre. Bánát István, a Bethlen Gábor általános iskola és Újreál gimnázium igazgatója is a Keveháza utcában tanult, öreg diákként felidézte az iskola történetét. 2007-ben a Montessori rendszert bevezette az iskola, 2008-ban pedig összevonásra került, és ilyen módon működik a mai napig is. De viszont az iskola stabilizálódott, és egy nagyon jó oktatási intézménye maga a kerületnek, amelyre büszkék lehetünk. A 2007 óta már Montessori szellemben működő oktatási intézmény 50 éves évfordulójának megünneplésébe a szülőket is bevonták, a diákok és a pedagógusok. Látványos videófilmeket állítottak össze az iskoláról és történetéről, az előadás díszleteinek, jelmezeinek elkészítésében is segítettek. A Keveháza utcai épületben kiállítást rendeztek be az elmúlt évek kultikus tárgyaiból. A receptkönyvet tervezünk kiadni, az 50 év ízei, mind a szülők, mind a gyerekek, mind pedig pedagógusok recepteket küldhetnek fényképpel. Lucca napi vásáron szeretnénk árusítani ezt a receptkönyvet, és hát azt a felhívást tettük, hogy nyilván készítsék el a szülők ezeket a finomságokat, és megkóstoljuk őket nagyon szívesen. Egy kicsit szórakoztam azzal a nézők előtt, hogy mi is ez a Montessori módszer, meg miről van szó, de hát azért tulajdonképpen nagyon jól körvonalazódik pont egy ilyen jubileumi műsor alkalmából, hogy milyen az a szituáció, amikor a gyerekek abban szocializálódnak már kicsikoruktól kezdve, hogy közösségben gondolkodjanak. Hogy szolidaritás van, hogy empátia van, hogy együtt dolgozás, vagy egymás sikerének is lehet örülni, hogy nem csak az individuum, hanem a társaság is jól működik együtt, és én azt gondolom, hogy egészen szívbe margolóan szép munkát végeztek a pedagógusokkal együtt, akik természetesen leizzadtak és idegösszeroppás szélén vannak, de mindez együtt ad egy hihetetlenül szép, belsőséges hangulatot ennek az egész történetnek. Szeretnénk, ha ez az 50 éves iskola még 50 évig állna, mert ugye ez panelépület és 25 évre tervezték. Tehát most már pont a dupláját érte meg, mint amennyi a teljes üzemideje. Egy alapos felújítással nagyon szép iskolát lehetne, és hogy méltó környezetet biztosítani az eszmeiségéhez.